Amikor még nem is sejtettük, milyen év vár a világra, januárban a nemzeti sportcsapata nyerte meg a Duna Arénában a Hosszú Katinka által szervezett második Iron Univers hajtókupa 4x25 méteres váltóját. Nagyon gratulálok neked, nagyon jó. De hát ezért úgy gondolom, hogy azért a név kötelez, mert a nemzeti sport még jó, hogy itt figyeltetek a váltót. A név Weber Györgyöt is kötelezi, akivel idén sem lehetett interjút készíteni aranyköpések nélkül. Valószínűleg fontos szakmám van, de ne bízd rám azért az autódat, hogyha lehet. Ma van ez a modern, már minden modern. Van 8 edző, minden modern. Akkor most semmi nem volt modern, de edzettünk annyit, mint az állatnál idézőjelben. Valószínűleg azért nem vittük többre, mert rosszul. Azt vállalom, hogy a meccs után mindig mentünk. A meccs szombaton mindig. Tehát Újpesthez meg hát legfőképp ugye álltam hozzám köthető, ott a Nagy Mező utca, az ott bűvös ellugrásba bárhova mentünk, az mind törzshely volt. Februárban megtudtuk, az akkor még a Ferencvárosban futballozó Kenneth Otigbának még mindig komoly szurkolótábora van Hollandiában. Nekem ez egy meglepetés volt. Tényleg nagy meglepetés, szóval nem tudtam, hogy ennek. A világbajnoki bronzérmes gátfutó, Bai Balázs több mint egy éves kihagyás után, két műtéttel a háta mögött, könnyek közt ért vissza a futópályára. A szárnyaló mezőkövesd motorja, Cseri Tamás kedvenc cseleit mutatta meg nekünk. Hogy elvinni. Az, hogy is próbálod, hogy amikor így? Nem így. Ja, így. Így, igen. Ja, szóval akkor, igen, akkor tudod, gondolom, persze, mondom, hát, ez valami szivatás. Nem. Márciusban igazi szenzációnak számított, hogy NFL világsztárok jöttek Magyarországra, ráadásul kipróbálták egyik kedvenc sportágunkat, a kézilabdát is. Ahogy az sem volt mindennapi dolog, hogy a Tennis Davis kupa válogatott a belgákat legyőzve bekerült a madridi szuperdöntőbe. Kidobtam 3 ütőmet, egy pár cipőmet, 3 pólómat. Tényleg fantasztikus volt a közönség, úgyhogy mindenemet adtam volna nekik most. Áprilisban a Győr kézilabdázója, Eduarda Amorim mutatta meg nekünk, hogyan is tudunk a házi kedvencünkkel tornázni. Most megmutatom nektek, miért. $1 zillion. The question is, who let the dogs out? 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 Hosszú idő után megszólalt a magyar futball fenegyereke, Bojner Bálint. Most úgy vagyok vele, hogy attól sem zárkozni kell feltétlenül, hogyha ha itthon folytatnám. Volt időm azért az elmúlt egy évben nézni magyar meccseket, és nagyon sokat fejlődött a futball is, meg ugyan mellette minden, tehát ha olyan opció lenne, akkor nagyon szívesen lehet, hogy úgy fog alakulni, hogy itthon tudnék bizonyítani, például, hogy annó ugye a Klopp nem tévedett velem se, és ugye ég bennem azért a bizonyítási vágy. Megtudtuk, hogy Vida Máté kézilabdázik, vagy Fodor Csenge focizik jobban. Máté jobban kézilabdázik. De amúgy te is jól dekázol. Mi az szoktunk így dekázgatni, meg passzolgatni, meg egyebek egyébként. Nem ügyetlen a Csenge, szerintem büszke lehet magára. Nem, de a Máté sokkal ügyesebb. Szoktunk gyakorolni, sokat segít nekem, és a kapuban is egész ügyes, meg így azért a lövésekben is, felugrásokban is, szóval tökre képbe van. Én jó, de azért egyszerűbb egy férfinek kézilabdázni szerintem, mint nőként focizni. Azért ez igaz. Ja, maradjunk ennyiben. És az NSO tanórák keretében olimpikonjaink szavaltak. Mint a madár a fészkére, szomjú vándor hűvös érre, mint a gyermek anyaölbe, vágyom én enyájas körbe. Itt enyelgő kis családom közt van az én jó világom. Künn, borongbár magasban, itt örökké csillagos van. Petőfi Sándor, szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, míg zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látodom ottan a téli világot? Már hó takará áll a bércitetőt.
Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, s még benne virít az egész kikelet, de íme sötét hajam őszbe vegyül már, a téldere már megüté fejemet. Ha már a tanórák, a Szeged kapusa, Mikler Roland a DJ-zés rejtelmeibe vezetett be minket. Keresztül, illetve a 32-deken keresztül épül felfelé a dal. Itt érkezünk el az első 32-hez. Amikor is bejön egy basszus a dalban, és szépen lassan építi felfelé. Itt fogunk elérkezni egy következő 32-hez, amikor jön egy kiállás és jön egy énekrész. Az úszók álompárja, Mutina Ágnes és Bernek Péter elárulta nekünk, melyikük izgult jobban az esküvőjükön. Peti az ilyen teljesen nyugodt volt, amúgy már az egész készülés alatt, úgyhogy engem már kicsit idegesített is, hogy kb. Úgy áll hozzá, mint hogy nem tudom, hogy étterembe mennénk ebédelni, ő annyira nyugodt volt, én meg azért így nem volt ilyen nagyon nagy araparám, ahogy szokták mondani, de azért egy picikét izgultam. Én sose szoktam nagyon izgulni, szóval én úgy voltam vele, hogy ez egy jó buli lesz, de vagy nem. Amúgy konkrétan a lány kérésnél nagyon-nagyon izgult. Hát izgultam. Hát azért várja az ember, hogy mi lesz. És ha már máshogy nem lehetett, virtuálisan lefutottuk az Ultra Balatont. Szia Zsiga, szia! Befutottam, igen. Egy pillanat kihangosítalak, mert itt vesznek kamerával is. Vesznek ott is? Hát nem hiszem, mert itt is vesznek. Induljak? Várjál, még maradj. Jó van, mínuszka. Köszönjük. Jó, júniusban nagy visszavonulásoknak lehettünk szemtanúi a háromszoros olimpiai bajnok kajakos Szabó Gabriella. Nagyon nehéz szívvel, mert imádok kajakozni, de meghoztam azt a döntést, hogy 25 évet lezárok. És a MOL-Fehérvár labdarúgója Juhász Roland is befejezte. Életem először örültem annak, hogy a támadók kihagyták a helyzeteket, mert így nekem emlékezetesítették a meccset, és a góllalommal sikerült megnyerni, életem első 11-esével, úgyhogy ezt is meghagytam a végére, talán még tényleg egy dolog hiányzott a pályafutásom, vagy 11-es gól. A hónap interjúját az ETE akkori csatára Bobál Gergely adta. Itt volt Márko Rossi, szerintette azok között voltak, akiket figyelt a pályán? Hát nyilván, persze. Ez természetes, ez ki más lehetne. De nem van soha, hanem, hogy ez is egy célom egyébként, hogy válogatott legyek, meg azt, hogy benne legyek majd a FIFA-ba egyszer, saját magammal játszak, de hát nyilván persze vannak ilyen tervek. 2000 meccset biztosan lejátszok saját magammal, aztán kitapasztalom, mi az erősségem, mi a gyengeségem. Jó játékosokat fogok venni saját magam köré, aztán utána hengerelek. Szer Hírembrov megmutatta, kemény fából faragták. Neked kell? Nekem sem. A Ferencváros labdarúgó csapat a bajnoki címet ünnepelhetett. Bajnok csapat! Bajnok csapat! Bajnok csapat! Bajnok csapat! Bajnok csapat! A debreceniek pedig a kiesés miatt bánkódhattak. Rettenetesen sajnálom, és mondhatom, hogy a csapat nevében is elnézést kérünk ugye a szurkolóktól, Debrecen városától, hiszen fantasztikus, amit ők ma is nyújtottak szurkolás terén, és tényleg szinte az utolsó pillanatig a csapat mellett álltak. Az, hogy ők elégedetlenek ilyen szituációban, az szerintem a világ legtermészetesebb dolga, szóval a szurkolónak mindig is joga volt vélemény nyilvánítani. Júliusban 4 hónap után énekelhették újra a szurkolók Dunaszerdahelyen a nélküledet. A korábbi ferencvárosi közönség kedvenc, Lukács Viktória pedig első interjúját adta nekünk a Győr kézilabdázójaként. Szurkoltok, kapsz még pozitív, negatív üzeneteket, vagy most már
És hogy leálltak? Szerintem túltették már magukat ezen a dolgon. Nem kapok már se pozitív, se negatívat. Esetleg nagyon ritkán pozitív üzeneteket, de most már ez elmúlt. Augusztusban a 77-szeres válogatott gólkirály Muhácsi Árpád mesélte el nekünk, mivel foglalkozik a kézilabda után. Kötetlen munkaidőben vagyok, vízóra leolvasó és díjbeszedő, tehát itt Kígyoson még úgy működik, a hál' Istennek meg a munkahelyen, úgy működik, hogy papír alapú a számla, és akkor mennünk kell házról házra, és kérjük a pénzt. Hát igen, vannak itt elég jó sztorik. Szoktak poénkodni itt a barátaim, a nagyon jó barátaim, hogy 77-szeres vízóra leolvasó, 77-szeres válogatott vízóra leolvasó vagyok, meg díjbeszedő, mondom, gratulálok, köszönöm szépen, igen, az vagyok. De én azt mondom, hogy dolgozni kell. Szeptember szenzációja, Dzsuzsák Balázs visszatért az NB2-es Debrecen csapatába. Nem azért jöttem haza, hogy folyamatosan hétről hétre bármelyik újságban szerepeljek és ki legyek címkézve, hanem igenis szeretnék a futballra, és minden egyes tehetségem, a tapasztalatomat átadni, meg segíteni a Debrecent, és abszolút a futballra fókuszálva, és a lehető legjobbat kihozni magamból. Szeptember másik szenzációja, a Ferencváros 25 év után bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Októberben beutaztuk Európát, Szófiában kezdtünk, ahol a magyar válogatott tovább jutott az EB pótselejtezőn. Aztán következett Barcelona, ahol a Fradi lépett pályára a BL-ben Messiék ellen. Novemberben a Juventus elleni meccset sem hagytuk volna ki Torinóban. De az év vége természetesen Szoboszlai Dominikról és a válogatott EB-re jutásáról szólt leginkább. Hogy érted meg, hogy mindenki azt vártott, hogy, hogy te legyél az ő is, aztán tényleg te lettél? Nem gondolom, hogy mindenki azt várta, hogy én legyek a hős. Én csak azt várták, hogy tudok segíteni a csapaton. Hála Istennek. Lehet, hogy úgymond én lettem a hős, de ez a többiek nélkül nem lett volna kivitelezhető.